a munkahelyteremtést, a helyi gazdaságok támogatását és a közösség építését egyaránt szolgálhatja az újonnan épült termelői piac Szamosszegen. A beruházás összesen 45 millió forintból valósult meg, 80%-os Európai Uniós támogatással. A belső területen elsősorban zöldség és gyümölcsárusok kapnak majd helyet, a külső standoknál pedig a környékbeli árusok értékesíthetik portékáikat. A település, mint ahogy itt elhangzott, egy piac nélkül nem település. Régen, amelyik települést adott magára valamit, volt piac, az megkapta a városi kiváltságot és az önkormányzás jogát is. Tehát ez a kettő gyakorlatilag vonzotta egymást, mindegy, utaltam rá. Szamosszeg más kategóriában volt kiváltságos a Szamos miatt. Ez most az első ilyen létesítmény. Az alapvető cél a közösségépítés. A térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen arról beszélt, Szamosszeg önkormányzata meghallgatta a lakosság kérését, így a településen egy régóta várt beruházás valósulhatott meg. Bizonyos fogyasztói szokások megváltoztak, és az ilyen piac létesítésével, a polgármester úr is elmondta, az a cél, az az egyik cél, hogy a helyi termelési kultúrát is újra visszahozni, olyan mezőgazdasági termékeket, amit megtermelnek, az ide látogató idegenek részére és a helyi lakosság részére is természetesen értékesíteni. A kormány a vidékfejlesztési programban mintegy 12 milliárd forint értékű pályázati forrása több mint 170 termelői piac létrehozását segítette. Erről már az Európai Uniós fejlesztés politikáért felelős államtitkár beszélt. Vitályos Eszter hangsúlyozta, az idén véget érő 6 éves támogatási ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe több mint 400 milliárd forint érkezett, ezzel pedig jelentősen csökkent a régió elmaradottsága. Az uniós forrásoknak egy nagy része, mondhatni, hogy döntő többsége, az pont a konvergencia régiókban összpontosul, tehát azokban a térségekben, ahol szükség van arra, hogy felzárkóztassuk a gazdagabb vagy szerencsésebb helyzetben lévő térségekhez a kisebbeket. Ezért azt gondolom, hogy minden olyan fejlesztésnek igenis nagyon nagy hozadéka van, mint amilyen a mai is. A Honvédelmi Bizottság elnöke Kósa Lajos felmenői által kötődik a településhez. Köszöntőjében arról beszélt, ezekben az években kiemelt fontossága a bír a falvak arculatának javítása, a Szamosszegen tapasztalható változások pedig jó példával szolgálhatnak más kis települések számára is. Én emlékszem még gyerekkoromból a falura, mert minden nyaron itt voltunk egy-két hetet, és iszonyú sok a változás, tehát ez a pozitív értelemben. Úgyhogy jó látni azt, hogy egy ilyen zsákfalu is fejlődik, és amíg a polgármesternek ilyen energiája van, és mindig vannak ötletei, addig a szamoszegék nyugodtak is lehetnek, hogy a falu az él és virágzik. A közel 2000 lakossal rendelkező településen egyéb fejlesztések is folyamatban vannak, hangzott el az átadó ünnepségen. 92 millió forintból külterületi utak újulnak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség beruházásában 76 millió forint értékben egy rekordtámpályát építenek, több mint 500 millió forintból pedig Szamosszeg bölcsődéje is hamarosan elkészül.